A házigazda Bodza Virág népdalkör fellépésével kezdődött a minősítő verseny. Az együttes rendszeres résztvevője az Aranypáva gálának, és az idén 8-szor nyerték el az Aranypáva nagydíjat. Rajtuk kívül még 15 résztvevő kapta meg a legmagasabb fokozatot. A dalkörök több mint fele Zala vármegyéből érkezett, de az ország más pontjairól is jöttek versenyzők. Szeretünk a rangos rendezvényeken részt venni, megmutatni magunkat. Hajdanában megyei rendezvények voltak, ahol még aranyat lehetett kapni a legjobbaknak. Hát örömünkre kaptunk abból is bőven. Amióta aranypáva minősítések vannak, abból is vannak már bőszámmal. És mivel, hogy legutóbb április 22-én Gellénházán aranypáva minősítést kaptunk, így gondoltuk, hogy ezen a gálán is megmutatkoznánk. A népdalköröket rangos szakmai zsűri értékelte. A tagok állandók, akiket a Kóta Bizottság jelöl ki. A szabályzat szerint kizárólag minőségi népzenével lehet indulni a versenyen. Fontos, hogy a választott dalok illeszkedjenek egymáshoz, és a 10 percnél nem hosszabb előadás kerek egészet alkosson. Nagyon fontos az, hogy itt zeneileg, jellegben, kötődésben, mindenféleben jó legyen egymás után. A zenei tisztaság nagyon fontos természetesen, miután színpadon adják elő a vizuális megjelenés, előadásmód, hangvétel, tehát minden egyéb olyan szempont, ami eredeti környezetben és a színpad törvényei által meghatározott, ez szempont a zsűrizésnél. Az aranypáva minősítőre csak a legkiválóbb együttesek kapnak meghívást. Alsópáhok immár 6-szor adott otthont a rangos eseménynek. A rendezvényen kiderült, hogy van utánpótlása a népdalköröknek, hiszen fiatalok is színpadra álltak. Az aranypáva gála legjelentősebb a minősítések során, hiszen azok a szólisták és együttesek vehetnek ezen részt, akik már országos szinten aranypáva minősítést nyertek, és ez a minősítések csúcsa, tehát az aranypáva nagydíjért folyik tulajdonképpen a küzdelem. Aki azt megszerzi, annál magasabb megmérettetési szint már nincs. Alsópáhokon kiemelten fontos a hagyományőrzés, arra pedig büszke a település, hogy helyet adhat a rangos országos minősítő versenynek. Így lehetőség van arra, hogy bemutatkozzanak, és az ide érkezők jó hírét vigyék a falunak. Jelenti számunkra a hagyományok őrzését, jelenti a népzene, a népdal, a kultúra, a zenei kultúra megőrzését, azon túlmenően, hogy magunknak is örömet okozunk velem, és a fellépők is maguknak azt okoznak, nagyon sok embernek szereznek örömet, a nézőknek, családtagoknak, falubelieknek, és a nagyon fontos a fiataloknak. Alsópáhokon 3 együttes és 3 szólista részesült gála szintű minősítésben és aranypáva külön díjban. Egy népdalkör vihette haza az Orsvai Imre díjat.